Ezüstérem Tromsőben a sakkolimpián a magyar férfi csapat Kína mögött végzett a dobogó második fokán Indiát megelőzve, ezzel kvalifikálva magát a 2015-ös jereváni csapatvilágbajnokságra. A siker egyik főszereplője volt a második táblán a mezőny második legjobbjaként versenyző Balogh Csaba nemzetközi nagymester, és itt van velünk Horváth Tamás szövetségkapitány is. Jó reggelt kívánok, szervusztok! Gratulálok a sikerhez! Tamás, úgy indult az egész, hogy dobogóért lett harcba a magyar csapat, igaz? Az előzetes várakozások szerint ehhez képest teljes az elégedettség? Hát gondolom, hogy teljes lehet a második helye. Ugye sakkban van egy ilyen elég jó értékmérő rendszer, ez a bizonyos élő pontszám, és annak alapján vannak besorolva a csapatok a startnál. Mi ott a negyedik, hatodik hely között ingáztunk egyébként, mert szinte naponta változik ez a pontszám is. Hát ennek alapján is úgy gondolom, hogy jogos volt az elvárás, hogy megpróbáljuk a dobogót. Persze 10-15 jó csapat minimum van, tehát erre garancia semmi nem volt, de végül is nagyon jól jött össze. Csaba, egy ilyen csapatverseny az, hogy hát ugye az élő pontszámokat összeadjuk, és aztán ez alapján besorolódik, hogy éppen az a csapat összerűben hol tart, meg ezzel szemben egy adott tornának a hangulata, meg az ottani pillanat, ez láthatóan nem esik teljesen egybe. Mi múlik ez, hogy annál jobbat tudjon hozni egy csapat, mint esetetekben sikerült? Hát ez a jelenlegi formán múlik igazából. Itt tényleg, ahogy Tamás mondta, ott van 10-15 csapat, aki reális eséllyel megy az érmekér, és az csak ott derül ki, hogy most épp kinek hogy sikerül. Egyébként ebben a 10-15 csapatban szerintem India még benne sem volt, aki végül odaért a bronzéremre, tehát tényleg annyira kiegyenlítődött a mezőny, hogy csak az ottani forma dönti el a dolgokat. Ebben a kiegyenlített mezőnyben, vagy ebből a mezőnyből Kína kiemelkedett túlságosan is? Hát így utólag úgy néz ki, de ez egyáltalán nem így volt. Mondhatom talán, hogy nekünk köszönhetik ezt a sima első helyet, ugye viszonylag korán összekerültünk a kínaiakkal. Szerencséjük volt, azt nyilatkoztad. Hát egyébként igen. A sakkban persze ez olyan kétes megfogalmazás, a szerencsére jobb, ha az ember nem hivatkozik, mert ott mindig egy konkrét lépés szokta eldönteni azt, hogy végül is mi lesz a játszma végeredménye. De hát Kína ellen Almási jobban állt, ez teljesen egyértelmű most, hogy az mennyire volt közel a nyert álláshoz, azon nyilván szakmailag lehetne vitatkozni, de jobban állt. És akkor sajnos kétszer hibázott, és így a kínaiak nyerték 2,5-re azt a meccset. Hát ha mi nyerjük, nem lehet tudni, hogy mi van a folytatásban. Akkor lehet, hogy az arany is benne van, nem? Benne lehetett volna, de ugye egész más ellenfeleket kaptunk volna. Mi is, ők is, tehát ez a sakkban sem működik. Ez most így történt, ők nyertek. Ahogy azt említettük, ugye Csaba, te duplán vagy ezüstérmes, mert a magad tábláján, a másodikon, az egész mezőnyben szintén a második legjobb teljesítmény nyújtottad. Te a csapatról mikor érezted meg, hogy megszerezheti a dobogót, mikor került be a fejedbe az, hogy hát ugye az utolsó például kiélezett volt, de ennek ennyire, hogy ennek meg kell lenni mégiscsak. Mert önbizalmunk az volt, és úgy is mentünk ki az olimpiára, hogy a dobogóért akarunk harcba állni. Most a harmadik fordulóban viszonylag a verseny elején volt ez a pehes kínai vereség, de utána néhány győzelme azonnal visszatértünk az élbolyba, és ugyanúgy továbbra is harcba voltunk végig az érmes helyekért. Szerencsére a végén a hajrát, ami mindig a legfontosabb része a versenynek, azt is nagyon jól sikerült meghajtani, és az utolsó két-három fordulóban már a tabellán is első három helyen voltunk, csak azt is még meg kellett tudni tartani, de végig ott voltunk. Ott a kínaiak ellen, ha már Almásit említhetjük, akkor volt ott az a dühött blogbejegyzése, azon már túl van a társaság, nem? Persze, hát ez egy pillanatnyi fölfokozott idegállapotnak volt a úgymond terméke, de abszolút semmi sértő szándék. Aki az Olit ismeri, azt tudja, hogy egy nyílt ember, ami a szívén, a száján, akkor mérges volt saját magára, és valahogy kicsit nem a legsikeresebb formában fejezte ezt ki, de hát ez előfordul mindenhol. A te esetedben ugye az, hogy a második táblára neveztek, ott előzetesen nem feltétlenül mindenki értett ezzel egyet, de hát erre te vaskos választ adtál. Te számítottál egy ilyen jó teljesítményre magadtól? A önbizalom szempontjából azt mondtad, hogy meg fogod mutatni biztosan? Hát ez biztosra, ezt nem lehet venni, de a csapat minden tagja egyetértett abban, hogy úgy van a legnagyobb esély a jó eredmény elérésére, hogyha én fölkerülnék a
kettes táblára. A olimpia előtt egy hónappal összeültünk, ezt megbeszéltük egymás között, és tényleg mindenki egyetértett ebben. Hát ez azért is volt fontos, mert a kettes tábla az elég erős, és én sokkal jobban tudok erős ellenfelek ellen játszani, mint mondjuk a négyes tábban lévő ellenfelek ellen, míg a többiek meg sokkal jobban tudják hozni a pontokat a szintén erős, de azért valamivel gyengébb ellenfélek ellen a hármas, négyes táblán, úgyhogy ez ilyen taktikai összeállítás volt, ami végül nagyon jól sült el, hogy igen. Tényleg, Tamás, ezek előtt, a nagy csapatversenyek előtt az ilyen típusú taktikázás és ezeknek a dolgoknak a végiggondolása, hogy kinek melyik tábla a legjobb és melyik szükségeltetik, ez mondjuk pontban kifejezve hány pontot jelent így a végelszámolásnál? Ha jó döntés születik. Hát igen, pontban nehéz azért ezt megfogalmazni, de ahogy a Csaba mondta, ő egy nagyon stabil elméleti felkészültségű nagymester, ez közismert róla a szakmába. És ugye azok ellen, a világklasszisok ellen, ahol a jó csapatok második táblásai vannak, ott erre nagy szükség van, hogy egy stabil ember legyen, mert a csapatban szerencsére mind az öt játékos nagyon erős, de azt tudtuk, hogy például a 18 éves Rappolt Ricsi, ő a korából adódóan is, még egy kicsit, ha szabad így fogalmazni, megy előre gátlástalanul, és annyira a védekező ösztöne még nem fejlődött ki, tehát őt jobb az utolsó táblán játszott, és be is jött. Hát körülbelül így, igen. Polgár Juditra hadd kérdezzek rá, ő vele, tehát neki a megbetegedés az nem jött túl jókor, nem? Hát ugye ő neki van két kisgyereke, és a gyerekektől sikerült, időzőjelben sikerült egy kis vírust összeszedni, és ez pontot jött ki, hát ahogy lenni szokott ugye a legjobb pillanatban. Hát szerencsére Judit azért elég kemény és abszolút profi, tehát ő azt mondta, hogy annyira nincs rossz állapotban, bármikor hajlandó leülni, és játszott is, amikor kellett. Egyébként a csapat az tudatában volt már akkor ott a versenyzés közben, hogy ez Juditnak az utolsó fellépése a csapattal? Nem. Vagy nem tudtad róla? Én tudtam. Mm. Nekem elmondta, de én természetesen nem mondtam meg a többieknek, és akkor ugye az utolsó nap jelent meg végül is a hír. Uh-huh. Csaba, neked melyik volt a legkedvesebb, illetve a legnehezebb mérkőzésed? A legnehezebbre talán ott a végére kell gondolnunk. A legnehezebb az mindenképp az utolsó forduló volt, ahol tartani kellett a döntetlent a ukrán ellenfél ellen, aki... Amikor ott egy tragikus újraélesztési kísérlet is zajlott mellett. Amikor már mindent elterveztem, és már adott volt, hogy mit kell csinálnom, akkor volt ez a baleset, hogy a infarktust kapott az egyik Szesel szigeteki játékos, és hát ott a nagy pánikba ott orvosért kiabáltak, és sokan félreértették, úgyhogy engem terrortámadás miatt kivezettek a versenyteremből, ki kellett rohannunk, aztán ez teljesen kizökkentett, és mikor visszaértünk, akkor kicsit nehéz volt visszarázkodni, de szerencsére az utolsó pillanatban eszembe jutottak a korábban már elképzelt gondolatok, és akkor meg tudtam tartani a döntetlen. És végül, Tamás, ugye ez a csapat a világbajnokságon ott lehet jövőre, és legközelebb meg sakkolimpia két év múlva lesz Bakuban. Tehát az irány az most VB-k és sakkolimpiákat illetően egyfelé tart. Mire lehet képes ezek után és ennek fényében ez a társaság, és hát ez a társaság-e? Játszottunk 3 éve is a világbajnokságon, akkor 4.-6. lett a csapat, tehát pont úgymond a közepén. Ugye a világbajnokság az egy egész más szisztémájú verseny, mint az olimpia, ott a 10 legjobb csapata van a világnak. Hónapokkal előre szinte lehet tudni, hogy ki lesz az ellenfél. Egész más felkészülést igényel, itt lehet néha rögtönözni jobban egy olimpián, ott ez nem nagyon megy. Esélyesnek mondhatom, talán nem hangzik túlzottan nagy képűségnek, de ugyanolyan esélyünk van, mint bárki másnak. Ez egy erős csapat, és Csaba is fiatal, nem beszélve a 18 éves Ricsiről, aki rengeteget fejlődhet még, úgyhogy szerintem ez tovább erősödik, ez a magyar csapat. Igen, de a 4.-6. helyben a utolsó fordulót elveszítettük ott is, hogyha nyerünk, akkor 2. helyen végeztünk volna. Mm-hmm. Hát akkor az reményekre jogosít, a mostani eredményhez meg még egyszer gratulálni, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük.